9 és 26 év közötti fiatalokkal telt meg a kishegyesi Kátai tanya. Nem csak versmondóknak és színészpalántáknak szól a tábor, hiszen a beszédtechnikai foglalkozások, a versfelkészítési gyakorlatok a gyerekek önbizalmát is növelik. Harmadszorra vagyok itt a Szép Szó táborban, és hihetetlenül szeretem ezt a tábort, szerintem ez a legjobb. Minden évben visszajárok azért, mert nagyon jó a társaság, és rengeteget tanulok itt. Ez nem az az összetákolt tábor, ez egy olyan hely, ahova az ember komoly tapasztalatokat jön gyűjteni. A tábor területén 4 csoportban folyik a munka, minden korcsoport elkészít egy-egy produkciót, ezt a szombati zárónapon gálaműsor keretében bemutatják a szülőknek. A szakmai táborban a Szép Beszéd fontosságáról, a pódium művészet titkairól szerezhetnek ismereteket a gyerekek. Hoznak a gyerekek verseket, olyan verseket, ami őket abban az életkorban éppen érdekli, ami nekik valamiért fontos, közel áll hozzájuk. Elolvassuk ezeket a verseket, egy csomót beszélgetünk róla, és aztán pedig mi versfelkészítő tanárok hozzáadjuk technikailag, ami fontos. A táborban neves szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel korcsoportok szerint. Rengeteg tennivaló van, szaladj ide, szaladj oda, fénymásold ezt, nyomtasd azt. Nagyon nagy a szerencsénk, hogy olyan kollégákkal vagyunk körbevéve, akiktől, vagy akik jelenlétével nagyon gazdag tábort tudunk csinálni. A Vajdasági Magyar Versmondók Egyesülete az idén 28. alkalommal szervezte meg a Szép Szó műhelyt, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt jelentőségű vajdasági magyar gyermek és ifjúsági rendezvényként határozott meg.